8-a van, 2012. február 8-a, Mohácsi Viktória külföldre távozott, Mohel Fábrot kérdezem. Hát a romáknak ez nagyon nem tetszik, mert úgy érzik, hogy cserben hagyták őket, ilyen visszajelzések vannak. Ugyanakkor azt nézzük meg, hogy Orbán Viktor tekintetében ez igen rossz, Orbán és bandája tekintetében, mert azt láthatjuk, hogy egyrészt kormány oldalról is mennek kifelé Kanadába a roma vezetők és a roma jogvédők, másrészt pedig akik igazi jogvédők voltak, mint Mohácsi Viktória, aki én nem találtam jobbat, tehát a 90-es évek óta, hogy figyelem, a legjobb roma jogvédő volt. Én jobbat nem tudok mondani. Ha valaki tud jobbat, akkor mutassa meg. Megnézzük, utána nézünk. Szerintem a legtehetségesebb volt, és a legjobban végezte a munkát. Ráadásul, hogyha megnézzük, hogy annak ellenére, hogy SZDSZ-es volt, és az SZDSZ katasztrofálisan leszerepelt, azt lehetett látni, hogy nem igazán volt érezhető a munkáján az, hogy SZDSZ-es. Kifejezetten roma jogvédő volt. Amikor itt nem messze pár méterre találkoztunk a roma gyilkossági tárgyalások előtt, mikor eljött a roma gyilkossági tárgyalásokra, hát egyrészt akkor is megfigyelhető volt, hogy jóval bátrabb és felvilágosultabb, mint a magyarok meg a cigányoknak a 95-98%-a. Hát ott is egyértelműen szinte támadta a rendőrbűnözést, a roma gyilkosságok kapcsán a rendőri eltussolás, a rendőrbűnszervezeti eltussolásokat, a titkos szolgálatokat felelősnek nevezte meg a romák elleni állami sorozatgyilkosság vonatkozásában, mint szervezőket, eltussolókat, és beszámolt arról, hogy nincs az a politikai platform, aminek talaján lehetne a roma jogvédelmet folytatni. Tehát folyamatosan munkát keresett már az időben is, tehát ez nagyon minősíti ezt a rendszert, hogy a legtehetségesebb személyek, akár magyarok, akár cigányok, pillanatok alatt elvesztik a munkahelyüket, a politikai üldözés alá kerülnek, anyagilag teljesen ellehetetlenülnek, sehol nem kapnak munkát. Persze mondhatta volna az Orbán, mint most, akik jöttek a keleti megyékből, ugye, hogy már is van, mehet ki havat lapátolni, ugye? Csak a szellemi tőke, az legfeljebb magyarok gondolják úgy, hogy a szellemi tőkét azt ki kell hajtani az utcára havat lapátolni. Mert az természetes, hogy Orbániádában, Orbán patkányiában a roma zeneszerzők arra panaszkodnak, hogy egyáltalán nem kapnak munkát, viszont kihajtanák őket a fillérekért havat lapátolni, mert hát akkor még nem hó volt, amikor ez dömpingével jöttek ezek a panaszok. Neki közmunkára is, ugye a közmunkaprogram is arról szólt, hogy így indult, amíg a Orbán Viktorra, Pintér Sándorra, tehát Európa leghírhettebb tömeggyilkos politikusára, valamint bandájára, így Kocsis Máté 8. kerületi polgármesterre rá nem szállt az Európai Unió és az USA, hogy a közmunkát is úgy kell megoldani, hogy a minimálbérnél jóval alacsonyabb áron az embereket a lakóhelyüktől távoli vidékekre kell kihajtani, közmunkákra, tehát az ország mint egy túlsó végébe, településekre, ott szállást biztosítani, hogy még megjelent ugye a messze menő pluszköltség, tehát szállást is kapnak. Naponta csak 4 órát lehet dolgozni, azért, hogy el legyen fog, tehát hogy elszakítani a családjától, ne legyen családi élete, ne keressen pénzt, olyan keveset keressen, amiből nem lehet fönntartani egy lakást, ugyanakkor végezzen fizikai munkát, tehát maga az étkezési költség is megugrik. Ne legyen ideje gondolkodni, egyáltalán ne foglalkozhasson művészetekkel, emberi jogokat ne védjen, sajtót, újságírás, filmrendezőket, az, hogy zeneszerzőket, filmrendezőket, újságírókat, emberjogvédőket kihajtani kényszermunkára. Értjük? Tehát ez a fajta fasiszta gondolkodás az, ami tetten érhető Orbán Viktornál. Például idézem egy mondatát, hogy nem jóléti, hanem munkaalapú társadalomra van szükség. Na most, ha megnézzük, hogy Auschwitzban mit íratott ki Adolf Hitler a haláltáborra, minden idők leghírhettebb haláltáborára, Arbeit macht frei, azaz a munka felszabadít, a munka szabaddá tesz. Az a mondása Orbán patkánynak, hogy nem jóléti, hanem munkaalapú társadalomra van szükség, értjük a
cseppet sincs elrejtve, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy nem a munkából fakad a jólét, hanem egyáltalán nincsen szükség moslék magyar jólétre. Hanem te egy mocskos állat vagy, és maski melóra mocskos zsidó. Erről szól Orbán Viktor programja. Ez nyílt fasizmus. Tehát nem csak arról, hogy a cigányok, mint söpredék bűnöző ellenség, és a zeneszerzőket, meg a zenészeket ki kell hagyni, mert az egy szellemi talentum, ki kell hajtani az utcát söpörni, hanem arról, hogy mindenki söpredik. Tehát úgy, hogy a nyugdíjasoktól, hogy nyugdíjasok azok léhűtők, munkakerülők, vissza kell küldeni őket dolgozni, a rokkan nyugdíjasok mind bűnözők, akiket tönkretett, kirúgott ez a rendszer a munkahelyéről, és nem kapnak munkát, és Kínában ez a fasiszta, despota állat nem tud mit adni, hanem akkor kiküldjük megint söpörni, meg megint söpörni, de pénzt nem adunk érte, hanem végezzen fizikai munkát, elfoglalni az idejét, ne legyen semmi. De Mohácsi Viktóriára visszakanyarodva, ugye van egy nagy probléma, ez a család, neki is körülbelül azt most egy éves a gyereke, egyik gyereke, és ugye tehetségnek én mindig mondtam, hogy nem volna szabad eleve család, mert akinek családja van, az általában nem az emberiséggel foglalkozik, a kereszténység is azt tanítja, hogy akiknek családja van, azok a világi dolgokkal foglalkoznak. Akiknek nincs, azok pedig az Isten dolgaiban járatosak, mert van rá idejük, és van rá motivációjuk. Ugye mind isteni lélek szempontjából, mind a háttérhatalom technológiái szempontjából korlátozott akkor a beavatkozási lehetőség, mind pedig biokémiai úton, mivel akinek gyereke van, az számos olyan hormont és egyéb biokémiai változásokat eredményez a szervezete, ami lehetetlenné teszi azt, hogy a hasznos dolgokkal foglalkozunk. Tehát inkább családot, annak kell alapítani, gyerekeket szülni, születni és nevelni, akik amúgy nem értenek semmihez. Tehát akik csak tégla a falban, a rendszerben, tehát mindegy, hogy milyen rendszer van, mindig arra vannak, hogy fenntartsák a rendszert. Ugyanakkor Kanadából is nagyon sok mindent lehet csinálni, természetesen ott van egy nagyon erős cigány közösség, ott előbb, és ugye most mennek ki a tehetségek Kanadába, ami természetesen nagyon rossz fényt vető Orbán Viktor, és ez maradandó, tehát ez ebbe a rendszerbe történt meg. Tehát Orbán Viktor, Pintér Sándor, Hende Csaba, Lázár János, Kocsis Máté, Balogh Zoltán, Farkas Flórián, akikről minden cigány borzasztó rosszat mond, és az utolsó cigányoknak tartják őket. Mindegyik. És ez a szellemi elvándorlás egyébként a magyarok tekintetében is, és most a legfontosabb dolgokról beszélünk, és amit tervezünk, ugyanaz, ami a II. Világháború előtt és a II. Világháború során volt Adolf Hitler részéről, kiüldözte a szellemi talentumokat külföldre, az Egyesült Államokba főleg ugye. Ők ott föltalálták az atombombát, és megnyerték a II. Világháborút, és azóta Európából a rengeteg Nobel-díjas helyett az Egyesült Államok termeli ki a világ Nobel-díjasait. Az Egyesült Államok lett a világ legnagyobb katonai és gazdasági hatalma. És amiről beszéltünk most arról, hogy nem beszélünk, fölmerült Magyarországnak a megszüntetése is, ami egy előfordulható, szükséges folyamatnak a következménye. És amit természetesen nem igazán akar elhárítani senki, hiszen nincs mit megtartani.